Sziasztok, Lukács Nikoletta vagyok, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésze. Én Hajdi Gabriella vagyok, régésztechnikus, szintén a Kecskeméti Katona József Múzeumból, immár 20 éve. Én Kolonics Bence vagyok, Kecskeméti Múzeum régésze. Metszetfal. Ásó. Humuszolás. Markoló. Tars vagy lemez. Antropológia. Ahol nem csak a régészettel ismerkedtettek meg a gyerekek, hanem azzal is, hogy amikor kiásunk egy temetőt vagy egy sírt, akkor a csontvázakról hogyan tudjuk megmondani, hogy az nő vagy férfi. Ma lehetőség lesz kipróbálni a restaurálást, kerámia mosást, ragasztást. A Kecskeméti Múzeum legrégibb tárgyai a neolitikumból, vagyis az újkőkorból származnak, ami nagyjából ilyen időszámításunk előtt 10 000 környéke. Ásatás látogatásra megyünk a gyerekekkel, és ők maguk is áshatnak gödröket, kemencéket, házakat, és átélhetik, hogy milyen is a régésznek egy délelőttje. Volt olyan hét, amikor tényleg a legkisebb gyerek 7 éves volt, a legnagyobb 17 éves, de minden feladatot annyira személyre szabottan is kitaláltunk, hogy így minden korosztályt egyformán le tudtunk kötni, és mindenki jól érezte magát. A gyakorlat az ásatást jelenti például, illetve az elmélet pedig az ásatáson előkerült eredményeknek a feldolgozását. A tábor során szeretnénk ezt a folyamatot bemutatni nektek, szeretnénk megmutatni az országunk múltjának hagyatékát, megmutatni, hogy a modern kor vívmányai előtt milyen csodákat tudtak ezek az emberek már teremteni. Kezembe vehetek több ezer éves kerámiákat, ékszereket, tárgyakat, megismerhetem, milyen ruhákat hordhattak, hogyan élhettek, mit ehettek. Például ma találtunk egy tojást egy több ezer éves gödörben. Csontfésűt is találtunk, például pont tegnap, szintén egy másik gödörben. Veremház. Rétegek. Altalaj. Metszetrajz. Ásatási napló. Kotrógép. Szelvény. Dendokronológia. Itt minden feladat interaktív. Elhozzuk a mi valódi szerszámainkat, a mi saját ecsetjeinkkel, szikjeinkkel és lapátjainkkal áshatnak, ami számukra megint csak sokkal közelebb hozza a régészetet, és így úgy gondolom, hogy sokkal mélyebben a tudatukba kerül az információ, mint hogyha csak szimplán egy tábla előtt beszélnénk róla.